köszöntöm a kedves nézőket az OA Mózdi KC, Dac NK Kft. NB1B-s férfi kézilabda mérkőzésen. A játékos bemutatást követően a csapatok az utolsó fogadkozásra álltak össze. Mindkét gárdának kell a pont, ugye a Deac elég jó formát mutat az elmúlt mérkőzéseken, bizonyára szeretnék folytatni ezt a jó sorozatot. Az OKC pedig ugye legutóbb megtörte a hosszú nyeretlenségi szériát, most ezt próbálják folytatni a kék-szürkemezbe játszó Ózdiak, ugye a Deacot pedig tiszta feketében láthatjuk. Ha jól látom, az első támadást a miénk vezethetik majd. Sútjára is indult a labda. Szerezzük meg az első gólt az első támadásból. Mindenki lepacsizik mindenkivel. Barátság van. Aztán innentől ugye már élesben megy a dolog. Benek nagyhoz passzol, hogy aztán visszakapja. És meg is indul. Nagyszerű találat, Benek góljával megszerzik a vezetést. Első gólja. Gól mellé még egy 2 perces kiállítást is kapott az ellenfél, 9-es számú játékosa, vagyis Bíró Ádám. 1-0 az OKC-nak. És lehozták a kapust. Így. És kiegészülve támadhatnak. Hát ez sikerül egy gyors labdaszerzéssel, és egy távoli lövéssel ismét növelni az előnyt. Nagyon megy bent középen a harc, és meg is van a labdaszerzés, de már visszatért a kapujába Deac hálóőre. Semmi baj, a lényeg, hogy megúsztuk kapott gól nélkül, soha rosszabb kezdést. Benák Bécsi ismét csak Benák Bécsi ugrik föl, de csak ijeszt, és kijátszák a szélre Hangyál, nagyszerű. Hangyál szerzi meg második gólunkat. Második gólunk szerzője, Hangyál Norbert. Szélről voltunk tehát eredményesek. Végig játszottuk az akciót. 2-0 az Óznak. Pető kezében abda, most passzol Mucához, még elkéri a szélső. És hozzák át Hornyák, majd megint Pető. Hornyák játsza meg. Muca ment volna be, de megállították az Ózdiak. Szabad dobás után jöhet ismét a Deac. Lábára pattintott a beállósnak, de ismét csak falt volt. Jöhet tovább a Deac. És ebben a pillanatban ki is egészültek. Hajrá, védekez! Betűt állítjuk meg keményen, és ott megy a darálóban. Hangos buzdítás az OKC-s srácoktól, és meg kell törölni a labdát. Pető kezdi meg, és kapja Muca, aki fölé durran. És támadhatunk a 3-0-ért. Hozzuk is fel a labdát elég gyorsan. Nagy kezéből Bécsi, és Benák húz ki. Elvitte Bécsi, és faltolták. Kapott egyet az arcára. Szerendelték a játékvezetők, és folytatódik tovább. Csabai megy be a darálóba, középre. Megbeszéljük, hogy hogyan is lenne a legjobb. Nagy kezében a labda. Benák. Bécsi is ismét Benák.
csinálná meg, és eltalálta a kapust Bécsi. De gyorsan visszarendeződünk, így talán nem tudnak gyorsan akciót vezetni. Megint csak Petőnél a labda. Aki letarolta Csépányi Gerit, pedig azért őt nem egyszerű. Ismét kiúsztunk egy támadást, hajrá OKC! 2-0 egyelőre az eredmény 4 perc játék után. Meg is van a taktika, hogy mit játszunk akkor a következő támadáson, és már akcióban is a fiúk. Bécsi menne el, de rántják le keményen. És megkapja Csabai, nem tud befordulni. Sárga lap a 4-es számú Kornyák Zoltánnak. És ugye büntetőhöz készülődünk, Benák áll oda végrehajtani az ítéletet. Egy ijesztés. És nem is hibázzál. Ezzel 3-0, és 5 percig sikerült gól nélkül tartani a Deacot, ezért ez elég nagy szó. Továbbra is Pető irányít, 22-es Hornyák a jobb átlövő. Most kapja majd Muca, ki megpróbál bemenni, és osztja le Petőnek. Tovább Hornyáknak, időn és meg is van a labda. És megyünk fel elég gyorsan, megpróbál környezetet Bécsinek, és lerántsák. Bécsi gyönyörűen vitte végig, és megharcolt érte. És ismét büntetőhöz jut az OKC. Ismét Benák Krisztián lehet az, aki növeli az előnyünket. Beesett az ijesztés után. Egyszerű találat, 4-0 az OKC-nek. Az eredményjelzőn, és még az ellenfélből 1-40-ig kiállított játékos is. Jó erre felnézni, megmondom őszintén. Ezúttal irányítóban Bíró van bent, ő osztogat. Hornyák, Muca kapja meg, osztja ki a szélre, de nem jó. Visszajön a kapus. Megpróbálja kiúszni, de... És egy falt jöhetnek tovább. Muca csinálna meg a cselt, és pattintotta rá Csabai lábára a játékszer. Helyet kértek maguknak, majd megy tovább az akció. És majdnem sikerült is megszerezni a labdát. Nagyon. És időt is kér a vendégek vezetőedzője. Hát nem tudom, mennyien mertek volna fogadni ilyen nagyszerű kezdésre. 4-0 az állás. És lehet látni, hogy az ellenfél vezetőedzője sem pontosan így képzelt el. Az biztos, hogyha ezt folytatja a csapat, lelkiismeretesen védekezés támadásban is ilyen jó teljesítmény nyújt, és kreatív megoldásokkal tud élni, akkor nem lehet egyszerűen probléma a mai mérkőzésen sem. István kezéből indult el a labda, de azóta már Hornyáknál és Mucánál is járt. Középen próbálnak meg befordulni, de
ott nem lehet átmenni szerencsére, jöhet tovább a Deac. Passzíva, játékvezetők jelzik, hogy meg kell játszania a Deacnak. És ugyanígy a falt még. Négy passz van még hátra. Bíró kezében a labda. Ugrana föl, kiosztja Hornyáknak. És nagyszerű védés Ulicsinyiből. Már nagy robog előre, és csinálja meg a cselt. De érvénytelenítik a találatot. És jöhet tovább az ész. És egészültek ki. Lehet egyet fújni, gondoljuk át, mi legyen a következő támadás stratégiája. Nagyon jól működött eddig az első sorunk. A cseles lövés, de a kapus leér. Leért Mándi. Már az OKC kapujában. Ú, és beparog a labda. Muca találat a kis szerencsével landolt a hálónkban. Megpattant a lövése. A Gyulicsiny ezt már nem védhette. Csabainak volt egy bejátszás, de ketten-hárman is ott voltak, és útját állták. Már játéktér sem csúszik, így tovább folytatódhat a mérkőzés. Továbbra is jön az OKC. Nagy Attila próbál megcsinálni, de elveszíti a labdát, és Benák faltól, de mennek tovább a vendégek, és megszerezzük a labdát. Visszafújják, 2 perce kiküldik Benákot. Benák Krisztián. Ingrid már érezhető volt, hogy erős volt ez a megmozdulás, megpróbáltuk megállítani a gyors támadást. Egy 2 perc árán sikerült ezt megtennünk. Bejött Zsigmond és Lestál is a szélre. Megpróbálunk egy kicsit újítani az első 10 perc után. 4-1 továbbra is az eredményjelzőn. Bécsi kap jó labdát, és beviszi 3 ember közé. Ez itt már nagyon sok volt, nem lehetett tovább menni. Üres a kapu, és 4-2. Itt volt az utolsó találatnál egy is egyet nem értés, de kijavítjuk, és megyünk tovább. Csaba is kell labdához érni, Bécsi indítja meg a rohamot ezen az oldalon. Lestál jön le, hogy aztán Ulicsinyivel kiegészülhessünk. Nagy csinálja meg a helyzetet, és fajtolják. Jöhet továbbra is egy óz, még 10 másodperc, és ki is egészülünk. Zsigmond kapott egyet a fülére. Hornyák kér elnézést, ha jól látom.
cseles lett volna bejátszás, és nem sikerült befordulnia Csabainak. Nagy lövés volt Nagytól, de Mándi ezt lefülelte. Muca kezében labda, és próbál betörni, de elrontja. Ismét jöhet az Ózd. Talán gyors indítás nem jön össze belőle, de tudjuk vinni a szélen. Benák viszi végig. Nagyszerű! Benák Krisztián. Benák tehát az ötödik találatunk szerzője. Ismét csak jönnek. Bíró játszotta volna meg a labdát. Talált el egy Ózdi combot. És már Hornyák Bence kezében. Ugye támadásban legtöbbször 22-esen Hornyák Bencét láthatjuk, még eddig védekezésben Hornyák Zoltán szerepelt 4-es szerelésben. És egy hatalmasat kapott Bíró, és egy 2 perces kiállítást Csépányi Geri. A nyaka környékén találta el Bírót, és törlésre van szükség. 5-2 az állás, mint egy 12,5 perc játék után. Nagyszerű! Gyönyörű labdaszerzés Bécsitől. Szemfüles volt nagyon. Kihasználta a pillanatnyi figyelmetlenséget, és így már most az Ózd támadhat, bár még mindig ugye Csépányi Geri kiállítását követően még mindig kevesebben vagyunk, de milyen szép lenne ember hátrányból gólt szerezni. Vestálnak szóltak, hogyha itt az idő, akkor neki kell majd lejönni, hogy ki tudjunk egészülni. Sárga lapot kapott a 22-es számú Hornyák Bence. Rendeztük. És ismét passzív. Megcsinálna ott a helyet egy átlövésnek. Nagy viszi tovább. És ismét büntető. Ezúttal Pető Ákos szabálytalankodott. És úgy látom, hogy ismét Benák lehet az, aki megpróbálhatja értékesíteni ezt a büntetőt. Közben cseréltek a vendégek, 56-ossal érkezett a kapuba Maródi Ádám. Nagyszerű, ki is használta Benák a 7-est. Az állás ezzel 6-2-re módosult. Benák eddig nagyon jól használják ezeket a büntető szituációkat. Rohamoz tovább a Deac, nagyon megnyílt a terület, de szerencsére hibázott Bíró. Volt ott egy kemény ütközés. Péter Attilával, de mind a ketten megúszták sérülés nélkül. Nem nagyon találnak szerencsére, úgy tűnik. Rést a pajzson, ez a lövés is ezt bizonyítja. Bíró engedte el, és a kapu felé vágódott a labda. Irányított cserélünk. Csabai kap egy kis pihenőt, és Szepesi Noel mehet be középre. Neki most indul a móka.
be megcsinálja meg. Szepesinek adná tovább a labdát, de útját állták. Nem jó a váltás, de egy sárgát kap a 15-ös számú István. Passzív van, és még csak még 4 passzunk van hátra. Nagy csinálná meg, ugrik fel, és rántják le. 3 passz maradt csupán ebből a támadásból. 16,5 perc telt el az első fél időből. Benátot állítja meg keményen a 11-es számú Móruc. És nem fér be Bécsi lövése, ezt Mándi jól blokkolta. Pető bíró, és sikerült a bejátszás, és Ulicsini megfogja, de Szepesi kap sárgát, és ha jól látom, akkor büntető következik. És a 31-es Illés áll oda a labdához, hogy elvégez a büntetőt, egy ijesztés. És kihagyja! Másodikra már bent van neki. A vendégek gólszerzője, a 31-es számú, Lili Tamás Gyar. Szerencséjük volt picit a hajdúságiaknak, úgy érzem. 6-3 az állás. Szabad dobással jöhet az OKC. Benák Latek meg a helye, és meg is szerzi a 7. találatunkat. Nagyon kellett az a gól. Bíró megy. Úgy látom, ismét Mándi. Pető kezében a labda. És bemegy, és végig is viszi. Gólszerző a 44-es számú Pető Ákos. Pető megtalálta a rést a pajzson, és végig is tudta vinni az akciót. Jelentősen szorosabb ugye ez a mostani találkozó, mint a legutóbbi, de szerintem sokan vagyunk fel úgy, hogy nagyszerű Bécsi találkozbe. Ugye senki nem bánná, hogyha talán már most lefújnák a találkozót, kijátszák a szélre, és a 85-ös számú Tóth Máté. A vendéged volt ezzel 85-ös számú Tóth Máté. Tóth vitte végig. És már közben Benákot faltolják. Szóval talán senki nem bánna, akár most is lefújhat neki, 8-5-tel ki is egyeznénk. De mi nagyon sokan hátra végéig. Földre viszik Benákot. Itt tudták csak megállítani, és ismét törlésre van szükség. Érkezik is Kovács László, aki ezúttal nem játékosként, hanem törlő emberként segíti az OKC-t ezen az estén. Pálya játékra alkalmas, és akkor mehet is tovább az ütközet.
megcsináltuk a helyet Bécsinek, de ez a lövés sajnos most nem jött össze. Támadhat a Deac. Bíró kezében a labda. Telibe találja Ulicsinyit. De szabálytalankodtak vele szemben, úgyhogy ismét csak a fekete mezesek jöhetnek. Tőle Bíró, majd megkapja Móruc és István is labdához ér. Móruc, Pető, Bíró, Pető kezében ott megpróbálják megjátszani az irányítót. És 2 perces kiállítás, ha jól látom, Csépányi Geritól. 2 perces kiállítás, a 9-es számú Csépányi Geri. Csépányi Geri volt a bűnös. Kell védekezni ezt a támadást. 20 perc telt el a mérkőzésből. 2 perc ember hátrány vár most az OKC-ra, és jönnek a fekete mezes hajdúságiak. Bíró Pető kezében kijátsza a szélre, de nincs elég helyük. Pető, Bíró játszaná meg, keresik a rést a falon. Egyelőre nem találták meg, megpróbált megállítani őket ki a szélre. És nagyszerű! Nagyszerű! Az Ulicsinyi Péter! Ulicsinyi bravúrját láthattuk. Az állás továbbra is 8-5. Még csak kapus nélkül az OKC. Akkor próbáljuk meg megpörgetni, szerezzünk egy találatot. Ember hátrányból is. De nincs kockáztatás, az eredmény ezt annyira nem indokolja. Ulicsinyi visszatér a kapujába, visszaballag. Még nagy próbál meg befordulni, de ketten is útját állják. Szepesi kér magának helyet, majd Benák kezében pihen meg a labda. Bécsi húzna el. Nagynak, nagyszerű! Nagy Attila emelkedett jól, és találta meg a megfelelő lövési lehetőséget. Talán meg lesz a labda is, de jöhet tovább sajnos a Debrecen, pedig Bécsi nagyon nagyot harcolt ezért a labdáért, majdnem meg volt neki. Ez az a... És kihagyja a Debrecen. Ez az a harcosság, amire szükség van. Figyeljünk, legyünk koncentráltak. Benek kezében a labda. Ő játsza meg most Bécsit. Vissza Benekhoz, majd Tóth kapja meg a labdát, és Hangyal is hozzáér a játékszerhez. Benek ismét Bécsit választja. Kilestálnak osztja le a labdát. Kellenek a gólok. Benek csinálja meg egyedül, és nagyszerű találatot szerez. Benek Krisztián góljával 10-5 az állás. Hangyal a Debrecen Pető, majd Bíró ér labdához Móruc. És a szélen is labdához ért a 85-ös Tóth Máté. Azóta kijött a beállós. Ismét támadnak a debreceniek, de Pető elrontja, és labdát szerzünk, lehet vele menni. Csabait nagyon keményen leütközték, de őt látták szabálytalannak. Jön a Deac, meg kéne őket állítani. Nagyszerű Bécsitől. Szép volt a visszaszerzés, Tóthnak pedig nem kell rohannia. Kicsit szedjük össze gondolatainkat, és mehetünk tovább a mérkőzésen. Szepesi. Tőtérlabdához, majd mindjárt beszélik meg a dolgokat. És még csak Benák és Bécsi
játszik össze. Váltás, már most Bécsi van középen, Benák játsza ki a szélre, de nem volt jó a labdája Lestálnak. Középen Bíró próbálná meg. Mórac volt a telibe, Ulicsi nyit, nagyszerű védés volt, jól helyezkedett a kapus. És jövünk fel, szokásos cserék, Csabai le, helyére jön Lestál, ott középen próbáljuk megoldani a dolgokat, de a játékvezető mutatja, hogy törlésre lesz szükség. Egy nézeteltérés Benák és Mórac között, de megbeszélték a dolgot, nincsen haragabből. Érkezik Kovács Laci és gondoskodik arról, hogy a talaj megfelelő legyen a további játékhoz. És amint elhagyja a pályát, a fiatal kézilabdás mehet is tovább. Szepesi Nyestének passzol, ki Benákot játsza meg. Hangzik az edzői utasítás. Mi lesz a következő játék? Nyeste, Szepesi, majd Tóth, Benek kezében a labda. Elkészíteni Nyestének. Tóth lövi el. Nagyszerű találat, Tóth Patrik. 11-5 az állás ezzel. Mint egy 25 perc játék után. Kicsit kapkod a Deac, Pető kezéből majdnem ki is csorog a labda, de sikerül neki megszelídíteni a játékszert. Jönnek most Móroccal játszik össze. István is labdához ér. Móroc Bírónak középre. Megállítják ott. Szemfüles lövés, de nem jön be. Pető Ákos hagyta ki a lehetőséget. Ismét a kék szürkemezbe játszó OKC-n a feladat, hogy mutassanak valamit, eddig nagyon jól állnak a srácok. Nyesta majd Szepesi, Tóth és Benák ki a labdához. Ki a szélre, Lestál! Nem sikerült kihasználni, Mándi jól védett. Jönnek fel a szélen Pető, majd Bíró is labdához ő, de inkább megtorpan. Tudod, hogy kit választjon, de valahogy csak megtalálja a labdával. Majd ismét Bíró. Pető Bíró. Hát ott van itt a csapattársnak. Jön is ki a beállós, ő is labdához ér. Pető kapja meg a labdát, de belefúrnak a játékhoz, akik ismét jöhetünk, és egy gyors indítás. Megkapja Hangyel és nem is hibázza el. Jól gólszázunk Hangyel Norbert. Ez az állás 12-5. Szép támadás volt, egy jó labdaszerzés után. Felrobogtunk és nem is hagytuk ki a lehetőséget. Próbálkozik egyébként becsületlen a Debrecen, nem lehet azt mondani, hogy nem akarják ők is erőltetni a gólszerzést, de egyelőre az Ózdi fal jól állja útjukat. Például Móricot állítottuk meg szépen. Péter Attila volt az, aki megfogta az átlövőt. Bíró keresi a helyet magának. Passzol Petőhöz és Pető Ákos be is talál. 12-6. Egy időkérés. Most az edzőké a szó. Hogy a fél idő végére még valamit megpróbálnak a csapatok alkotni. Közel 28 perc telt el az összecsapásból eddig. Külön örögyem egyébként, hogy a második sor is nagyon jól állt be. Hozzá tudják tenni, amit kell, mint Tóth Patrik, mint Nyeste. Jó szálltak be a mérkőzésbe. A 12-6 az állás. Fogadkozás és hajrá, Ózd!
Kapuban továbbra is Ulicsini. Több jó megmozdulása volt a hálóőrnek. Ezzel is több góltól megóvva a csapatot. Tóth Patriktól jövünk majd, Sipszóra, és mehet is tovább a mérkőzés. Tóth, Benák passzol Nyestéhez, majd visszajátszok középre a labdát ismét Tóth. Jön ki Szepesi, mutatja magát, és így Nyestének a helyet. Belefújtak a játékvezetők. Szabad dobása az OKC-nak. El is végeztük. Benák kezében a labda, megpróbáljuk talán ugyanazt. Igen, most Tóthoz kerül a labda, bejátszás Szepesinek. Eléggé megrángatták őt. Marad a labda az Óznál. Szepesi végzi el a szabad dobást. Nyesténél a labda, egy váltás Benákkal. Vissza Benákhoz, aki megpróbál egy testcselt, és testcselt választja, de ott nem volt elég hely ahhoz, hogy a szélső le tudjon törni. Jó labda Tóthnak, de bele a blokkba. Jó, ez az, sikerült megállítani a gyors támadást Tóthnak egy faltal, így vissza tudtunk rendeződni, és akkor ismét felállt fal ellen kell jönnie a Deacnak. Bíró István majd Mórot, itt a szélen is labdában jött Tóth. Pető kezében Mórot osztja le pont Tóthnak. Nem tudott bemenni, mégis megpróbálja, de ott nem lehetett elférni. Este is Péter Attila között. Szabad dobás a feketéknek. Pető osztja le Mórotnak, majd Bírót választja. Középen nagyon tömörülünk. De nem sikerül ültetni a szélsőhöz a labdát, most a szabálytalankodott, mert továbbra is a Deac jó védekezés volt. Pető Bíró, és kihasználja Bíró a lehetőséget. Bíró Ádám szerzett gólt, ez a 12-7 az állás. És egy szabad dobás. Nyestének készíthetjük le. Kijön valamit mondani a játékvezető. Pörgették az órát, úgy tűnik, hogy időn túli szabaddobás lesz. Nyest áll oda, előtte tornyosulnak a debreceniek. Tóth Patrik súg még neki valamit. Játékvezető pontosan megmutatja, hogy innen kell elvégezni. Nyeste, és bele a blokkba. Ezzel nincs találat az első félidő, végén 12-7 az eredményjelzőn. Így megyünk most szünetre. Vissza is tértünk a második félidőre. Ugye 12-7-es Ózdi vezetésnél szakadt félbe a mérkőzés, ugye 30 perc után. Elmondható, hogy nem csak ez az 5 gól a különbség a két csapat között, hiszen mind támadásban, mind védekezésben mondhatjuk azt, hogy az Ózd eddig fölömulta a Deacot. Elég jól jöttek be a megoldásaiak a hazaiaknak. A vendégek is próbálkoztak becsülettel, de szerencsére eddig inkább a milyeink akarata érvényesült, de most fel a Deac, Pető kezében a labda, Bírónak passzol, és jól állja útját Ulicsini, és sikerül megszerezni a labdát. Bravo! Ez a harcosság az, ami kell. Hát Tóth indulna meg, egyedül visz végig. De megállították. Szabad dobással jöhet az Ózd. Szepesi kér magának helyet. Fog elvégezni. Passzol Lestálnak, majd Benák. És még Lestállal beszélik meg, hogy mi legyen. Középen most Neste. Köszönöm oda Tóth Patriknak,
Angyal is labdához ér. Innen megyünk tovább. Neste, Tóth. Jani Angyal, de nem kapja. Szépen kísérték. Benák, jó bejátszás. Szepesi, bravo. Szepesi Noál a gólszerzőnk. 13-7 ezzel az állás. Móroc bíró és Pető a labda útja, jön ki a szélre. És mit Móroc? Bíró. Pető Mórochoz készíti le, de egy picit rövid a labdája, és kapja bíró, szóval Petőnek. Pető menne be középen, a bejátszás, de nem jutott el Istváni. Játékvezető szólt oda, hogy mit lehet és mit nem. Most már tudják a srácok. Bíró. Pető. Bíró ugrik fel. Hú, ez a Móroznak a labdája teljesen a földhöz érkezett, nehéz volt megszelídíteni. Hú, a bejátszás Istvánnak és találat. István Péter a gólszerző, 13-8 ezzel az állás. Majdnem elcsípte ott középen Bíró, de itt Tóth tovább tud menni. Megállítják középen. Kicsit megrángatták a mezét, de sikerült megállítani Tóth Patrikot. Ő kapja most a labdát Szepesitől. Majd Neste is, Benák is labdához ér. Tóth néz körül, Nestéhez passzol, aki elindul. Felugrik és nagyszerű gólt szerez Neste Balázs. 14-8 ezzel az állás. Szép munka volt, szép egyéni megoldás, megnézte a helyet és ki is használta a lehetőséget. Móroc jönne fel, tovább Pető, befordul, és Pető Ákos válaszol a találatra, 14-9. Pedig nagy írom most a mérkőzés, Tóth Patré. Milyen könnyen, kellenek az ilyen könnyű gólok egyébként. Nagyon hasznos találatok, azért sokat kivesznek a csapatból. Tóth most jól vette észre az adandó alkalmat, és ki is használta. Nem tudta Mándi hárítani lövését. Most Muca is bent van, ő passzol Illéshez. Pető bent középen. Mórut. Mucának Pető. Pető Ákos kezében a labda felugrik, és becsorog. Pető Ákos újabb találatával 15-10 az állás. Szepesi! Szepesi Noel szépen centerezett, 16-10. Ezért azt nem lehet mondani, hogy eseménytelen találkozó lenne. Oca. Pető, tudja beállósnak, hogy hova helyezkedjen. És mit Muca is? Illés is labdába ér. Pető Ákos felmegy. Bejátszás! De érvénytelenítik a találatot, és már jöhet az óz. Tóth kezében, ki a szélre. Hangyál! Nagyszerű! Hangyál Norbert góljával 17-10 az állat. 35 perc mellették után. 7 köztet tehát. És egy időkérés. Jó sorozat volt ez, 17-10-nél. Kért időt a vendégcsapat. Nagyon jó muzsikálnak egyébként a miénk, és tényleg ami a legjobb talán a szurkolói szemnek, hogy nagyon akarnak a srácok, minden labdára mennek, minden labdáért megharcolnak. Nem lehet azt látni, hogy nem mozognának kellőképpen, vagy nem érnének oda. Ahogy jön a Deac, tényleg minden szituációt próbálnak a legjobban megoldani, és tényleg ez az akarás az, ami kell, és amivel mérkőzéseket lehet nyerni. A szezonnak ebben a részében ez az egyik legfontosabb, hiszen tudjuk, hogy a képességekkel nincsen baj. Tudunk nagyon szoros mérkőzéseket, nagyon nehéz mérkőzéseket megnyerni. Nagyon kell ez a győzelem is.
Mucánál a labda, innen megyünk tovább a játékvezető sípjára, meg is történt. Válós ezt passzol, aki nekült választja, meg ki Mórutnak. Muca, Illés. Ismét Pető, Mórut. Meg keresztbe, Muca kezében, továbbít. És egy lövés, ez mellé megy. Mórut Ádám hagyta ki a lehetőséget. Jövünk fel ki a szélre, de ott nem volt elég helye ahhoz, hogy beforduljon Lestálnak. Nyestenész szét, meg Tóthoz passzol. Mindjárt mondják a következő támadás menetét. Nyeste, Benákkal beszélik meg a dolgok, váltást követően. És már Tóth. Nyeste, Benák. Benák próbál belenni, nagyszerű találat, Benák Krisztiántól, 18-10 ezzel, Mándi tehetetlen volt. Megpróbálnak gyorsan feljönni Pető Ákos, és ez is jó sajnos, 18-11, gyorsan tudtak válaszolni. Visszarendel a játékvezető, innen jöjjünk tovább. És úgy látom, hogy ki is küldték Illést. Ki fogja Benákot vigyázni a következő percekben várhatóan. Tóth Patrik megy cserére, Lestánál most a labda. Jön be Bécsi, meg is kapja a labdát. Megy tovább, jó a leosztás, nem fér be sajnos Angyal labdája, marad a 18-11. Muca, hozza felfelé Pető, tovább itt Móruchoz. Muca, megkapja a labdát, megölelgette Lestár, de ezzel nem jutottak sokkal előrébb, szabad dobása Deacnak. Pető, majd Muca a labda útja, Illés, ismét középre Móruc, Pető Muca, Pető ismét labdához ér. És ugrik fel, továbbosztják Móruc, nem sikerült neki a továbbítás, egyszer megszereztük a labdát, érjünk fel vele gyorsan. Balassítunk egy kicsit, nézzünk szét, rendeződjünk Benák most, nem értek ki rá a zavaró emberek. Ugye a többi játékosunknak nagyobb terület marad, amit be tudnak játszani, így, hogy Benákot ezzel így kivonják a játékból, Bécsi meg tovább. Nem sikerül eljutatni viszont a paszt. És összefejelnek ott a talán Mucával. Csak nehogy sérülés legyen belőle, mind a ketten lent maradtak. Jelzés a játékvezető, hogy ápolásra lesz szükség. Debrecenek játékosa már ül. Pető volt az, bocsánat, rosszul láttam. Már hamarabb fel tudott tápászkodni, de lehet látni azért, hogy őt is megviselte a dolog. Bécsi még a földön. Most próbálják meg felsegíteni a csapattársak. Nagyot kapott a fejére ő is. Pető is kap egy kis fogyasztásos borogatást. Tűnik, hogy amúgy rendben vannak mind a ketten szerencsére. Előfordul sajnos az ilyen, de természetesen senki nem akarja, hogy a másiknak sérülése legyen ebből. Mindkét játékos folytassa a mérkőzést, eredménytől függetlenül. Majdnem 8 perc telt el a második játék részből. Most Pécsi helyett, ha jól látom, Tóth Patrik érkezett. Ki Nyestét választja, majd Lestál ismét Nyeste. Megkapja Tóth Patrik, bele is megy, nem jó a passza Angyalnak. Nyeste hívta volna ki magához a beállót. Felmegy, Nyeste Balázs gól. Nyeste Balázs góljával 19-11 az állás. Jönnek fel a debreceniek.
A bíró inkább megfordul, mert még nem volt bent Nyuca, hiába kereste a társat. Erdős is labdához ért, majd már ismét bíró kezében Muca. Muca megy keresztbe, Móruztól meg is kapja a labdát. Nagyon sűrű a fal, és el is veszítik a labdát, és mehet vele Lestál, de nem sikerül megszelídíteni. Nem volt teljesen pontos az átadás, semmi baj, megyünk tovább. Bíró, ő csinálna meg, és fölé dórantja, de 2 perces kiállítás lesz. Csabai kap most 2 percnyi pihenőt, levegőből lökte meg ellenfelét. Érkezik az a középre Csépányi Geri. Most Szepesi Noellel is Péter Attilával próbálják meg megoldani ott a védelmi feladatokat. Nem lesz egyszerű, de próbáljuk meg kivédekezni ezt a támadást. Két labda is a pályán. Az egyik nem tört, ezt leteszik, és akkor sípszóra mehetünk tovább. Istán végezte el, bíró majd Muca. Pillésnél volt a labda, már ismét bírónál. Muca ugrik fel, játsza be bírónak. Szép támadás volt, 19-12. Nem kell sietni, egy gólos előnyben az OKC. Érkezik is a zavaró ember Benákra. Illés maradott vele. Átlövőbe Tóth Patrik. Ott van Nyeste, és a két szélen ugye Lestál, és azt hiszem Hangyel. Megpróbált bemenni Tóth Patrik, de megállították, és a belemenőst fújtak vele szemben. Jöttnek a fekete mezesek. Csépányi Geri most ér be középre, és ott a helyén. Nem van sajnos sikerül jól megjátszani Istvánt. Így megszerzi a 13. találatát is a Deacnak. Kulicsinyi most igazából tehetetlen volt. Még nem sikerült rendeződnünk, és ezt jól használták ki a debreceniek. Hangyel és Tóth beszélte meg, Bécsi visszatérhetett. Tűnik szerencsére nem esett komolyabb baja, játékra kész. Most középen Tóth Patrik. Bécsinek passzol, megpróbálod bemenni, Bécsi megy fel, nagyszerű, Bécsi Ádám. Bravo, ezzel 20-13. Pető jött most vissza, középre, Móruccal játszik össze, majd bíró is, labdához ér, Pető ugrik fel. Majd nem sikerült megszerezni a labdát, rendet tesz a játékvezető. Szabad dobás a Deacnak. Múlt. Bíróhoz üt el a labda, majd Pető. Jól tudódik az Ózdi fal. Nehezen találnak rajta részt a debreceniek. Bekészíti Pető, menne végig. Meglökték. Tóth Patrik mutatja, hogy törlésre van szükség. Érkezhet a segítség, bár bíró próbálja lábbal elrendezni a dolgokat. De érkezik Kovács Laci a törlő ruhával, és megoldja ezt a problémát. Csépányi adta vissza ellenfélbe állósának, miután kicsit ő is meggyömörkézte. Muca, Pető. És még Mucát választja. Pető ki bíróhoz, Muca bent középen, bíró, és fölé dúran bíró.
Tóparkokán ott a labda. Bécsi keresi a helyet. Én mindig itt kint Benákat őrzik, úgyhogy őt nem lehet választani. Nem nagyon tud bekapcsolódni a játékba. Tehát ameddig a társak itt termelik a gólokat, addig nincsen baj. Micsoda bejátszás, és Kacisára bőven Szepesi, de 7 méteres lesz, ha jól látom. És Benák lesz a végrehajtó. Benák állod a kapuban Maródi, és Maródi ki is fogja. Ez most nem jött össze sajnos. Marad az állás 20-13. Jön fel Dac 16-ossal. Most ha jól látom, Kati is beállt. És itt a szélen is változás van. Kati kezében a labda. Hornyákot játssza meg. Pető. Petit állították meg jól, de szabad dobással jöhet a Deac. Jön itt a szélen Péter Dominik. 23-assal. Kati. Pető. Megjátszák Bigló, de nem jut a szélre a labda. Pető nem tud. Kati. Tóth Patrik szerzi meg a labdát, és lehet esetleg gyorsan indítani. Nem, nézzünk szét. Mutatja Tóth Patrik, hogy csúszik a labda. Picit meg kell törölni. Mert érkeztek a cserék a Deacba. Meglátjuk, hogy ők tudnak-e új szint hozni a fekete mezesek játékába. Megmondom őszintén, nem szeretném elkiabálni, de nem látom azt, hogy ez a csapat innen fel tudná állni, és esetleg meg tudná fordítani a mérkőzést. Még egyszer mondom, nem szeretnék elkiabálni semmit. A labdatörlés után ismét támad az Ózd. Bécsi kezében a labda. Nézi a lehetőséget, hogy lehetne esetleg megjátszani. Tóth Patrik! Fölvarta oda a sarokba. 21-13. És jön a Deac ismét. Kati. Bíró kezében a labda. Tető. Ő menne be. Bíró. És fölé durant. És szabálytalanul állították meg. Lestált. És Pető Ákos kap is egy 2 perces kiállítást a megmozdulásért. Ismét 7 méteres. Kapuban továbbra is Maródi, ám ezúttal a büntetés végrehajtója, Hangyál. Egyeztés. És bent is van Hangyál Norbert találatával. 22-13 az állás. Kati és Szolnok jön be 34-essel. Szolnoki, beválasztja Bórucot, majd Kati, és labdába jött 23-ossal Péter is. Megjátszok a másik vadon, 85-ossal Tótok. Kati menne fel, Bórucot választja, kétcsátálják. Hornyák vízzel a szabadot, most ő van ugyan beállósban a Deacnál. Szolnoki, elcsúszik a labdával. Mit szól neki kezében a labda? Kiválasztja Móricot. Kati ugrik fel, és jó a blokk. Szép védekezés volt ez. Móric és Ulicsinyi. Volt jókor, jó helyen, szép védés ez az Ózdi kapustól. Most pedig már Tóth Patrik kezében, majd Hangyelében a labda. Bécsi lestál is labdához ér. Ismét Tóth. Szepesi is kiáll a labdáért. Benák. Bécsi? Benák megy tovább. Leosztjuk a szélre.
Hangyál, gól! Hangyál Norbert is ismét betalált, 23-13 az állás. Szolnoki Kati. Ismét Szolnoki. Tóth Móruc. Szolnoki Kati a labda útja. Szolnoki. Kati keres a lehetőséget. Nagyszerű blokk Csépányitól. És még egy nagy védés. De már közbefúj a játékvezető. Büntető az állás 23-13. 10 közte. Reméljük, hogy a büntető után is így marad. Kihasználja a lehetőséget Péter Dominik, ezzel 23-14 az állás. 17 perc játék után a második játék részben. Bécsi osztja ki Tóthnak, aki fordulna be, de Kati állja útját. Szepesi kapja meg a zukást, hogy hogyan is kellene neki helyezkedni, helyet csinálva. Bécsinek, aki ki is használja a lehetőséget. Bécsi találatával 24-14. Pető van most bent Szolnoki, míg a négyes számú Hornyák van most bent beállósban. Kati rohamoz, és bele a blokkba. Kapus cseréltünk Ulicsinyi helyett. Immáron a 12-es nagy Dominik az, aki őrzi az ózdi hálót. Hát ilyen bravúrral kell nyitni. Nagyon szép megoldás volt Nagy Dominiktől. Nem vigyázzák Benákot. Már most elég szorosan fogták, de már nincsenek kint rajta. Így csinálják, most meg lejátszak egészen Nagy Patrikig. Kapott egyet Tóth Patrik, de mehet tovább. És nagyon pici hiányzott ahhoz, hogy sikerüljön megszerezni a találatot, és már robog felfelé a Deac, kijátszák egészen, és sikerül megfogni a Bécsinek a 31-es számú illést. Így nem sikerül gyorsan végigvinni az akciót, és ami legfontosabb, nem sikerül gólt szerezni a feketemezeseknek. 24-14 az állás, közel 20 perc játék után. Megfogják ott Illést. A két Hornyák most összejátszik, és össze is hoznak egy találatot. Volt ez a 22-es számú Hornyák Bence. Bécsi kezében a labda, ki Benákot választja. Szepesi nagyon bent van a sűrűjében a dolognak, megpróbál helyet csinálni. Nem sikerült tovább vinni ott a labdát. Nagyszerű találat Benák Krisztiántól. 25-15.
nem akarom elkiabálni, de nem látom azt ezen a debreceni alakulaton, hogy ezt a 10 gólos különbséget lefaragják, és esetleg a saját jobbukra billentsék a mérleg nyelvét. De ugyanúgy, ahogy eddig korábban is mondtuk, fontos a gólkülönbség is, hiszen nagyon szoros a bajnokság, kevés pont választja el csak a csapatokat. Hornyák és Nagy Dominik jól látta meg, és sajnos rövid a labdája, most ezt lefülelték a debreceniek. Pető volt jó helyen. De szerencsére sikerült megoldani. Tóth ment volna tovább, de jöhetnek az Ózdiak. Tóth kér elnézést, picit sietősre vette a figurát. Benák gyorsít fel, Bécsit választják, aki felugrik, és gyönyörű gólt szerez. 26-15. Szolnoki bent most középen, ki Hornyákkal játszik össze. A másik Hornyák próbált neki pici helyet csinálni, de nem sikerült. Kati. És megszerezte Hornyák a következő találatot. 26-16. Visszakapták a labdát a debreceniek, és Kati gólt is szerzett. 26-17 az eredményjelzőn. Picit lehet rendeződni. Szusszanjunk egyet. Még mintegy 6,5 perc van hátra a találkozóból. Megpróbálnak gyorsan jönni a debreceniek. Kati vinné végig, és blokkolta a lövését. Csépányi Szepesi megy végig, és be is vágja. 27-17. Szepesi elszaporázta meg. Szolnoki Katit választja, aki egyedül megy fel, és ki is használja a lehetőséget, picit ott nyílt előtte egy kis terület. Középen most Zsigmond Gergő, és Tóth Patrik lesz a jobb átlövőnk, valamint a szélre is érkezett. Bárdos Máté. Tótot ütközik le keményen, nem is tudott tovább menni. Nem sikerült Bécsi lövése, ki nyargal vissza, de nem fogják utolérni, valószínűleg így van. A 31-es számú Illés használta ki a lehetőséget. Így van, és időt kér az Ózd.
Koncentrálj, koncentrálj, hallhattuk Kostis Csabától. Ugye tényleg többször fel lett arra hívva a figyelem, hogy itt egy-két gól is dönthet akár, ugye a gólkülönbségnél, hiszen nem ritka, hogy két-három-négy csapat is azonos egységgel áll a táblázaton. Zsigmond osztja ki Tóthnak, aki megy végig. Gól! Tóth Patrik, 28-19. Szolnoki keresi lehetőséget tenni be a beállósnak. Úgy átállták a labdának Csépányi és Szepesi. Jól oldották meg. Szolnoki, majd Kati, Hornyák, a másik Hornyák, ismét Szolnoki vinné be, osztja le inkább Katinak, aki felmegy is, nagyszerű védés Nagy Dominiktól, a blokkról levágódó lövést is jól tolta a kapu mellé, 28-19-ről megyünk bele, lassan a 27. percbe majd. Bárdos küldi el Zsigmond a másik oldalra, hogy aztán Tóttal szemben szabálytalankodjanak. Bécsinél a labda, aki Zsigmond az továbbit. Bejátszás Szepesinek, aki befordul és megszerzi a csapatunk 29. találatát. Hornyák, majd Szolnoki. A labda útja. Katit is meglátogatja, majd ismét Hornyák. Befutott oldalról Illés, itt van bent középen a Báló. Nagyszerű védés, Nagy Dominiktól lábbal tolta ki a lövést, de nem szabadult fel sajnos a kapu. Ismét jöhet a Deac. És ezt is sikerül a kapufa segítségével hárítani. Nagyszerű, nagyszerű munka Nagy Dominiktól. És támadhatunk a 30. gólért. Lestál bejön középre. Bárdosnak osztanánk le, de nem volt hely. Kicsit megrángatják Tóth Patrikot. Bécsi. Vinni végig, és 2 perccel kiküldik Szolnokit. Kiküldik Szolnokit, és büntetőhöz jut az OKC, amelyet a sértett Tóth Patrik értékesíthet. Sikerült megoldania a kapusnak. Lábbal kitette a lövést.
Maródi volt az, aki jól hárította a büntetőt. És ha az órára pillantok, akkor be is léptünk a találkozó utolsó percébe. Hát azt mondhatjuk, hogy talán mindenki kiegyezett volna ez az eredménnyel, ugye a mérkőzés előtt 10 találat a két csapat közt. Azért azt nem mondhatjuk, hogy ennyi van a felek között, talán egy picit ez a mai Debrecen valamennyire enervált volt. Többször időkérések között is Bíró Emre felróta a csapatának, hogy nem elég élesek, nem elég céltudatosak. Ellenben az Oz jól játszotta meg a lehetőségeit védekezésben és támadásban is. Olyat nyújtott, ami fontos egy mérkőzés megnyeréséhez. Nagyon fontos, hogy tényleg mintegy 20 találaton tartottuk azt a Deacot, aki az elmúlt időben nagyon jó formában van. És Lepesi megszerzi a 30. gólunkat. Ezzel zárul a mérkőzés a 30. percben. Olmózdi KC, Deac NK Kft. 30-19. Ez a vége tehát a mérkőzésnek. Köszönjük szépen, hogy velünk voltak. Köszönjük a szurkolóknak. A csapatunk legközelebb május 5-én szerdán lép pályára. Ismét hazai környezetben várhat onnakkor már a nézők is jelen lehetnek a találkozón. Én Mihály Bence voltam. Köszönöm szépen a figyelmet. A viszontlátásra!